Sziasztok, én Fanni vagyok. Én pedig Timi. És ez itt az On Air by Vadvirágos Lányok podcast műsor. Sziasztok, visszatértünk egy hónap pihenés után. Egy hónap teljesen váratlan, random pihenés után. Igen. Hát kellett ez nekünk, úgy érzem, ez a kis pihi. Kellett egy kis átgondolás, egy kis gondolkodás, beszélgetés itt a dolgokról, úgyhogy örülünk, hogy visszatértünk, és újra azon a helyen vagyunk, ahol az első epizódunkat vettük fel, már mint a videósat. Igen. Visszatértünk ide, szerintem ez a legjobb. Egyébként tényleg. Tehát, hogy itt a fények is azért százszor jobbak, mint nálam fönt, úgyhogy azt hiszem ennél maradunk egyelőre. Jó. Hogy vagy, Timi? Jól, de úgy érzem, hogy most el vagyok átkozva. Viccen kívül. Fejtsd ki bővebben. Viccen kívül, hogy így érzem, mert az elmúlt időszakban, és nem egy hosszú időszakról beszélek, csőstől jön a baj. Úristen. Na, mondd el, hogy mi. Hát, mi a baj? A legnagyobb probléma, ami most megesett velünk, az, hogy már megint beázott a pince. Ja, igen. Úristen. De tudni kell, hogy nálunk a pince az egy átkozott hely, komolyan. Minden nyáron beázik, mert az összes esővíz, amikor vannak ezek a gigantikus nagy esőzések, az összes esővíz az oda lezúdul. És erre már kerestünk mindenféle megoldást, van két búvárszivattyú a pinceajtó előtti aknába, tehát hogy már tényleg minden. És eddig ez most úgy tűnt, hogy bevált. Erre tegnap előtt este nagyon sokáig voltunk fent, Balázsral együtt játszottunk, van egy gép, amit közösen nyomunk. És mentünk lefeküdni 1:30-kor, jó későig fennmaradtunk, és nem tudtam fogatmosni, mert nem volt víz. És akkor befeküdtem az ágyba, és mondtam Balázsnak, hogy hát nincsen víz. És hogy nincsen víz? Hát nincsen víz. És ahogy így csöndben lettünk, hallottunk ilyen víz zubogás hangot, mint amikor vízbe víz csöpög bele. Nem csöpög, hanem zúdul. És akkor Balázs gyorsan lement a pincébe, és kiderült, hogy az egyik vízcső, mert a vizet azt ő csinálta meg, és a pincéből van felvezetve, mert újra lett csövezve az egész ház, és nem falban van megoldva, ugye, hanem a pince falára vannak felerősítve a csövek, és az egyik csatlakozás teljesen szétjött, és több mint egy órán keresztül valószínűleg ott folyt a víz, mert hallottunk egy furcsa ilyen, egy fura zajt, mi közben játszottunk, és mind a ketten így arra is néztünk, hogy ez mi volt. Jézus, mi meg is kérdeztük, hogy ez mi volt. De előtte nem sokkal voltam bent a kamerában, és azt hittem, hogy csak a kamerában, amit levettem, annak a helyére eldőlt valami más. Uh-huh. És hogy én ezzel le is tudtam. És akkor nagyjából egy másfél órával később meg rájöttünk, hogy zúdult a víz, úgyhogy ilyen bokamagasságig állt a hátsó oldalban. Úgyhogy hajnali 3-ig azt szivattyúztuk ki, meg pakoltuk el a cuccokat az útból. De szerencsére nem okozott nagy kárt, mert mivel hogy a sok beázás miatt már kvázi fel voltunk készülve, azért minden raklapra van pakolva, vagy magasra van rakva, igazából csak annak lett baja, ami pont az udulás mellett, vagy alatt volt, és a dobozok így ráment a víz, és eláztak, de semmi fontos, szerencsére nem. Hogy pattant szét az a cső egyébként? Annyira meg volt már öreged? Nem volt rendesen, nem volt egy bilincs rakva. Aha. A másik oldalon, csak az egyik oldalon volt, a másikon nem, és ott egy egész hosszú szakasz így a levegőbe lógott, és szerintem a súly valami eltört benne egyébként magában azzal a tekerővel, ami összefogta, és egyszerűen a nyomás elvitte. Mindegy, úgyhogy ez van. A felvétel napjára kijött egy herpeszem, nehogy baj legyen, még ezt is rá dobhatjuk a dobhatókra. Amúgy én nem látom. Nem baj. Nem érdekes. Szerintem a technika, úgy érzem, ellenem van, minden, semmi sem működik, az időmenedzsmentem, azt kidobhatom az ablakon, ami eddig jól ment, az most nem megy, nem tudom, hozzatok ide egy ilyen izét, hogy hívják, nem tudom, sálmánt, vagy valakit, aki egy ilyen rendet rak. Tisztító szertartást fogunk végezni a következő podcast epizódban. Nagyon jó. De ezen kívül egyébként minden szupi. Csak ez most így rányomta a bélyegét az elmúlt napokra. Egyébként most húsvét lesz, úgyhogy... Igen, ti már túl vagytok rajta, mi még igen. Nem. Igen. Ja, úgyhogy mikor is megy ki ez a rész? Jövő hét szombaton. Akkor végül is nem olyan,
nem olyan messze van az a dátum. Nem. Igen. És veled mi van? Mondd, hogy te jól vagy. Én mindig jól vagyok. Nem. Amúgy semmi probléma nincsen. Meg vagyok én is. Kicsit össze-vissza van a fejem, de ez igazából mindig így van. És mindig arra panaszkodok, hogy egyfolytában jár az agyam, és sose tudok pihenni, mármint az agyam nem tud pihenni, és ez továbbra is fennáll. Most már rájöttem amúgy, hogy szerintem nekem egy coachhoz kéne elmennem. Lehet, hogy pszichológushoz is, de azért coachra gondolok, mert ő segíthet abban, hogy hogyan tudom így a fejemben folyó mindenféle dolgot így kordában tartani. Mert én nem úgy értem, hogy magamban beszélek, vagy nem tudom, hanem hogy így én szoktam. Mindig annyi ötletem van, meg annyi dolog, amit csinálni akarok, hogy így egyfolytában jönnek a gondolatok a fejembe. Úgyhogy ezt kéne valahogy így jól kezelnem, hogy hogyan tudom ezeket így fiókba rendezni, bedobozolni, stb. Stb. Oklumenciát kell tanulni. Ja. Pitam professzor, kérem. Igen. Jöjjön. Nyugodjék békében. Szóval, ja, ezzel van problémám, és ezt kéne kezelnem valahogyan. Talán úgy, hogy nem belekezdeni olyan sok dologba. Az is lehetem, hogy ha meditálni elkezdesz, az segít, nem? Amúgy nem rossz ötlet, igen. Én nekem soha nem sikerült mondjuk meditációval annyira lecsendesítenem magam, hogy üres legyen a fejem. Az én fejem soha nem üres. Soha. Mindig gondolkodom valamit. Mindig. Na, de hát akkor nem vagyok ezzel egyedül. Nem, ez abszolút, ez nekem is megvan, és utálom, mert mikor lefekszem aludni, lerakom a párnára, és csak gondolataim azok így megállás nélkül, és kurva idegesítő, amúgy tehát. Igen, és egyébként én ez nagyon rossz szokás, de nekem is ugyanez van, és nem tudok elaludni. Nagyon sokszor csinálom azt, hogy lefekszek, és ilyen másfél-két órán keresztül bámulom még a plafon, mert egyszerűen nem tudok elaludni. És ezért sajnos kénytelen vagyok a telefonomat nyomkodni, mert abban így elalszom. Tehát, hogy nézem a TikTokot, hogy pörgetem meg ilyenek. Igen. A másik opció a könyvolvasás, de hogyha beszippant egy könyv, akkor nem tudom letedni. Úgyhogy igen, elég nehéz ez a dolog. De egyébként minden rendben van. Mindig rájövök, hogy a munkahely, ahol dolgozom, az így egy kicsit visszatart sok dologtól, de közben meg abból van a fizetésem, úgyhogy így nehéz így ezeket a kis hobbikat és mindenfélét így menedzselni. Mm-hmm. Igen. Mm-hmm. Kéne egy menedzser. menedzserek jelentkezését várom. Fizetés nincs. Köszönöm. Hát igen, így nem sokan fognak jelentkezni, de... Igen, sokan. Szerintem sem. Na, mindegy. Ja, YouTube-on megvan az 1000 feliratkozó, és köszönöm szépen, és mióta megvan az 1000 feliratkozó, azóta kb. Nem posztoltam semmit. Na, ez olyan, hogy szörnyű. Én már elértem valamit. Igen. Köszi. Sziasztok. Köszi, hogy itt vattam. Ja. Igen. Nem. Hát majd lesz, gondolom, azért van a terveim. Igen, amúgy videóztam, csak még meg kell vágnom. Ja, mindegy, hát ilyesmik vannak, de izgatott vagyok a podcastünk miatt. Én is nagyon. Volt itt egy hónap szünetünk, de a háttérben azért történtek dolgok, és a podcasttel kapcsolatban most lesznek változások. Igen, sajnos be kell jelentenünk. De ezt mindig úgy adod elő, mint hogyha temetésre kellene készíteni. Direkt! Jó, bocsánat. De én ezt nem, de én ennyi tudom, volt. De én ezt nem tudom még poénból sem így venni, mert szerintem nagyon izgalmas és jó dolgok következnek. És persze! Ezt nem akarom azt viccelni. A mi beszélgetéseinket tekintve olyan hatalmas változás azért nincsen. Az egyik legegyszerűbb változás, és a amit kevésbé észrevehető, az igazából az, hogy meg fognak szűnni az évadok, ez az évados beosztás, ahogy eddig csináltuk. Tehát nem az lesz, hogy harmadik évad 13. rész, hanem az lesz, hogy nem tudom hány részünk van eddig, de összeszámoljuk. És akkor szépen sorba csak számozni fogjuk az epizódokat. És ezt azért gondoltuk így, mert ugye mondtuk, hogy nem fogunk ilyen szünetre menni úgy igazán,
tehát ilyen nyári szünetre meg ilyenek, hanem folyamatosan megy tovább a podcast, csak néha kihagyunk néhány részt. Amikor úgy érezzük, hogy nem megy, vagy nem tudjuk, vagy bármi van, akkor tudunk tartani szünetet, és mégsem lesz azért egy évadon belül mondjuk teljesen váratlan szünet. Így nekünk egyszerűbb, meg szimpatikusabb, úgyhogy az epizódjaink ezen túl sorszámozva lesznek. Ez a legkevésbé feltűnő változás szerintem. Igen. A másik változás pedig nem más, mint hogy visszavesszük az on-air nevet erre a műsorszámra. Mert ha egyáltalán észrevette bárki, hogy eltűnt az utóbbi néhány részről. Szerintem ez most a harmadik évadunk. Igen. És ja, egyébként ez egy záró része az évadnak. Igen. Nem mellesleg. Gyakorlatilag úgy döntöttünk, mert a következőt fogjuk már úgy számozni, amit mondtunk nektek. Igen. A lényeg, hogy visszavesszük erre a felállásra az on-air címet. Miket? Bájva a virágos lányok, Timi Fanni. És Timi, bővülünk egy taggal. És egy műsorral! Igen! Ahhoz, hogy el tudjuk mondani nektek, hogy mi lesz a címe ennek a műsornak, viszont és hogy miről fog szólni. És mi ez az egész. Igen. Varázsoljuk be! Jó. 3, 2, 1. Szia, Bettika! Sziasztok! Üdvözlünk a Vadvirágos Lányok fedélzetén! Igen, még egy taps. Tudom, hogy szeretjétek a tapsokat. Nagyon szeretjük a tapsokat, mert megérdemeljük. Így van. Szóval, íme Bettika. Tudom, hogy nyelvtanilag nem helyes az, hogy Bettika, de valamikor az élete során ráragadt ez a becenév, és megtartjuk. Igen, azt hiszem az egyetemen kaptam valamelyik barátnőmtől, valami belsős vicc volt. Azóta meg is tartottam. Csak nem emlékszik a belső viccre, ami nem, kár. Egyébként a belső viccre sem emlékszem, meg tényleg, hogy pontosan kiadta, a fogalmam sincs, de ez megragadt, úgyhogy Bettikának hívhatok. De a Bettire is hallgat. A Bettire is hallgatok. Hivatalosan az Instagramon a Bettit használom. De majd De nekünk szerintem változhat. Bettika leszel. Nekünk. Szerintem is. Betti egyébként hozzám tartozik, hogyha úgy nézzük. Így van. Hát a legrégebbi barátnőmről van szó. Együtt jártunk általános iskolába, és annyira közel laktunk egymáshoz, hogy egymás kapujából ráálltunk a másikra. Lényegében, igen, mert mi laktunk körülbelül az utca közepén, ti pedig ott a sarkán, úgyhogy igen. Szia, Timi! Igen, úgyhogy ez egy ilyen magától értetődő dolog volt, hogy úgyhogy ez egy jó 25 év. 25. Most 25 már pont év. Azt számoltuk, hogy ez most már 25 év. Nagyon durva, öregek vagyunk. Nem semmi. Először elmondjuk, hogy Bettika miért is van most itt, és utána pedig egy pár szóban majd mutatkozz be, hogy megismerjenek téged a hallgatók. És nézők. Néző hallgató. Követő rajongók. Jó, akkor? Akkor mondjuk ezt. Szóval, mint a Fanni mondta, ugye a műsorváltozás szempontjából, tehát kettő műsorunk lesz mostantól. Lesz az eddig jól megszokott on-air, amiben Fanni és én beszélgetünk a eddig megszokott módon, és mind tudjátok, hogy nagyon szeretünk olvasni. Igen. És erről az olvasott könyvekről egymás között beszélgetni, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy miért is ne vehetnénk be ezt a podcastban is beszélhetnénk ki úgy, hogy esetleg közben veletek is tudjunk kapcsolódni. Uh-huh. És ezért elindítunk egy könyvkibeszélő műsort a podcasten belül. Aminek pontosan a címe... Ezt jól mondtad. Hold my crown. Thank you. A nevet azt Fanni találta meg, ismét. De miért valahogy... ismét? Mert szerintem mindennek te találtad meg eddig a nevet, nem? Igen. Szerintem igen. Vagy nem? De azért ezt megelőzte egy jó másfél hetes gondolkodás. Vívódás, bajódás, és minden. Lehetne így be kéne vágni ilyen messenger beszélgetéseket. Gyerekek, ez jó lesz? Ez jó lesz? Nem? Ez igen, jó az ötletek. Már a mesterséges intelligencia segítségét is kértük a nevek tekintetében, igen. De amúgy nem voltak rosszak, de egyiket sem éreztük a magunkénak. Nem. De amikor Fanni ezt így megküldte, jó lesz, tökéletes. Azt tudni érdemes, hogy ezt az egész felvételt megelőzte egy fotózás, egy home photoshoot. Igen, ami nagyon jó volt. Jó volt, nagyon jó. Ami nagyon jó volt, és egy field
podcast felvétel. Szóval azt sose fogjátok látni. Igen, szóval ezt, amit most elmondtunk, azt már egyszer elmondtuk. De remélem azért. Nem pont, és akkor volt néhány fotóhoz használtunk egy koronát. És egyébként a könyvekre visszatérve, főként fantasy lesz valószínűleg, mert a zsánere mindegyikünknek a fantasy, de lesznek romantikus könyvek is, tehát regények gyakorlatilag, nem életrajzói könyvek, vagy igen, hogyan legyél 30 éves, vagy ilyesmi. Hogyan legyél 30 éves? Hanem regények lesznek. Igen. Úgyhogy... És nem Dickinson meg Tolstoy és Oscar Wilde, hát vagy valószínűséggel nem ők smart. Lesznek. Azért nem szép irodalmat kell várni. Nem. Most. És ezért is valahogy így, ahogy gondolkodtam a címen, ez jutott eszembe, hogy ugye a korona, mert beszéltük, hogy a könyves műsorban így mindig a témához egy kicsit így hozzáöltöznék, meg vagy ilyesmi, igen. Úgyhogy szerintem ez a Hold My Crown, ez ilyen tök jó, már egy kicsit vicces, de közben meg így a fantasy vonalat is erősíti, igen. Meg hát mindannyian queenek vagyunk. Igen. Pontosan. Amikor otthon említettem, hogy otthon nem beszélnek nagyon angolul, úgy nem tudták, hogy, hogy ez mi, és akkor nekem is ezt kellett elmondom. Ez biztos, hogy a fog meg a sörömből jön a Fanninak. Igen, és hát ezt a kis mondatot használni is fogjuk elvileg. Úgyhogy nagyon jó lesz ez a műsor, gyerekek. Nagyon reméljük, hogy jó lesz. És Betit azért is vettük be, mert egy kis frissítés ehhez a műsorhoz, még egy szempont, még egy nézőpont, köszönöm. És egy nem igazi nézőpont, moly. És egy igazi, igazi könyv, tehát hármunk közül az, aki... Mennyi könyvet is olvastál el, Betty? Idén. Idén 8-at, és hát ugye most a 9. felénél járok. És csak március van. Igen. Ez amúgy tőlem is egyébként most egy jobb időszak olvasni. Uh-huh. A tavalyi évem nem volt ennyire jó, az előtti borzasztó volt, ott szerintem talán kisegyítottam könyvet, de ott azért, mert szerintem rengeteget dolgoztam. Hogy egyszerűen nem kapcsolt ki a könyv, nem kapcsolt ki, hanem tényleg csak hazaestem, és benyomtam a tévét, hadd menjen, kész, és aztán alvás, igen, lőjék ki a pénzt. Igen, amúgy tök rossz, mert én is könyvmolynak tartom magamat, de tavaly maximum 5 könyvet olvastam el. Az összes akotárt. Én 7-et tavaly. Úgyhogy, de közben meg tudom, hogy imádom a könyveket, a könyvek világát, hogy gyerekkoromban tényleg ezeken a regényeken nőttem föl, és szerintem akkor is könyvmoly vagyok, hogyha csak egy könyvet olvasok el egy. Van, mert elolvastál mert egyet. Mert a tudat, hogy én imádom a könyveket, és de most azért jó ez a műsor, mert így havonta egy könyvet biztosan el fogok olvasni. Szóval az én részemről én ezért iszonyatosan örülök ennek a felállásnak. Ja, igen, mert ugye azt nem mondtuk el, attól, hogy van plusz egy műsor, attól az epizódok száma nem lesz több. Igen. Nem tudnánk minden héten összeülni. Úgyhogy ugyanúgy 2 hetente érkezünk. Viszont egyik alkalommal egy on-air beszélgetés fogtok hallani, és a következőben pedig a Hold My Crown műsor fog menni. És ez még nem a következő részben, de valószínűleg a Hold My Crown részek élőben fognak menni, hogy tudjatok ti is. Megpróbáljuk, igen. Ó, ez nagyon szinkronban. Igen. Igen. Betikával nagyon össze vagyunk kapcsolódva héten, most. Igen. A héten nagyon-nagyon ijesztő volt. Fú. Úgyhogy most már minden változást remélem elmondtunk. Betika bemutatkozik. Úgyhogy most már Betika bemutatkozik végre. Hogy megismerjenek a hallgatók, csak röviden, tömören, majd az adások alatt úgyis többet meg fogtok tudni rólam, hogy milyen személyiség vagyok. De röviden rólam, Timivel 25 éve ismerjük egymást ugye az általános iskolából, ez már elhangzott itt az elején a műsornak. Fannit pedig ugye Timin keresztül ismertem meg. A Timi esküvőjén. Igen. Szerintem. Nem. Vagy előtte, korábban? Előtte is, mert hát ugye a lánybúcsú és a házsal. Lány, koszorús lány hogy... létetek igen, hozott. Igen, 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 ott találkoztunk először. Amúgy egyéb technikai információk rólam.
ezt egyetemen a koreai szakon végeztem, de sajnos nem dolgozom, úgymond a szakmámban, nem koreaiakkal dolgozom. Viszont nagyon szeretem a koreai kultúrát, zenét, tradicionális kultúrát, bármit, jöhet bármi, tényleg, vagy akármilyen kelet-ázsiai dolog, mert hogy sajnos, de az animéken nőttem fel. Egyébként meg professzionálisan, mondjuk ha lehet így mondani, akkor egy szolgáltató központban dolgozom, egy SSC-ben, és nem kimondottan a rendezvényekkel, de a rendezvényekhez segítek be, és bizniszutakat szervezek, és kaját, piát, taxit, hotelt foglalok. Úgyhogy igazából röviden ennyit rólam, és szeretek olvasni, ugye ezért vagyok itt. Igen, ezért. Így van. És milyen pozíciót töltesz be itt a vadvirágos lányok pedig a zenén? Ezt így az elmúlt technikai szünet közben szavaztuk meg, átbeszéltük, hogy én leszek ezen túl a social media menedzsere a vadvirágos lányoknak. Megtapsoljuk! Úgyhogy, hogyha ezen túl több aktivitást észleltek a vadvirágos lányok a social, akkor azt Bettikának köszönhetitek. Így van. Nekünk közünk nincsen hozzá. Ez nem igaz, mert ez úgy is meg fogom kérdezni, hogy mit posztolhatok ki. Na jó, de az, hogy rámondjam, hogy persze. Az igen. Neked mehetsz. Ez is kontribúció. Te meg órákon keresztül dolgozol a dolgokkal, de... De emlékszel amúgy, Fanni, hogy milyen sokat beszéltek, hogy nekünk kéne egy social media menedzser? Igen. Hát most szerintem egyébként, amíg én ott a háttérben ültem, szerintem fel is emlegettétek a social media menedzser. Vagy nem. A Fanni mondott valamit, hogy neki kell egy menedzser. Igen, az élet. Az az életéhez. Igen, az életemhez. Igen, az az életemhez. Válasz ilyet! Azt nem vállalom be, mert az nagy... én életemet is egy életmód tanácsadó végzi, az az édesanyám. Tehát, hogy ő az életvezetési tanácsadó. Nálam az a baj, hogy az anyukám ugyanolyan szétszórt, mint én, úgyhogy nem lennél előre. Igen, csak lehúzzuk egymást ilyen szinten, úgyhogy ezentúl gyerekek, én látom, tudom, hogy lesz TikTokon is és Instagramon is tartalom. Ezt azért tudom, mert már a fotózáson is készült tartalom, úgyhogy gyertek, kövessetek be minket. Mindenhol. A bizalmatokat kérjük már megint. Újra és újra. De most nem fogunk elárulni titeket, mert most itt van egy Bettika, aki... Illetve aki ugye eddig mindig az majd. Volt a baj, hogy mégis mit posztoljunk, hát most érted, ez mindenféle témáról van szó, de most azért... az egyik műsor a könyvekről fog szólni. Úgyhogy ott buktok, gyere rám! Imádom a buktokat amúgy. Igen. De egyébként már most, míg itt ültünk, és ez a felvétel ment meg az előkész, meg bármi, mi Fannival csak így Bettika, meg itt nyomta a képeket, és akkor még nem is volt róla szó, hogy ő lesz. Igen. Akkor mondta a Fanni, hogy hát akkor ezt szerintem szavazzuk meg, és megszavaztuk, úgyhogy ez egy... olyan jó, Betti! Nagyon jó. Örülök, ez hogy most így jó lesz. A bizalmatokat belém. Hát ez azért, mert amúgy... Olyan jó, hogy kiegészíted a szavaimat, nem tudom. Kérlek, mondd el a social media elérhetőségeidet, mert igen. Ezt nem csak úgy helyezzük belé a bizalmunkat, hanem láttam, hogy milyen dolgokat csinálom. azt beszéltük a leges-leges-leges nem... posztoljuk majd felvételen, hogy a failed version-en, hogy Timi majd ide, meg ide majd kirakja. Ez így lesz, én majd kirakom. Ide, aki meg csak ide. Hallgat, az pötyögje be a telefonjába. Amit most lepetűz Betty. Hú, de hát ez olyan nehéz lesz. Akkor BTTKH.withlove. Tehát Bettika with love, magánhangzók nélkül. Legalábbis a Bettika a magánhangzó, a with love az fullba. Igen, az fullba van. Ezért nem lesz jó, ezt valahogy majd kiposztolok. Majd csinálunk posztot is, igen. És ezt elmondod azért, hogy te így ezeken a social felületeken, nem a vadvirágos lányokon, hanem a sajátodon, miket csinálsz? Vagy mik várhatóak? Még... Frissen indult a sztorika. Igen. Az egyik, aki javasolta a Bookstagramot, az Timi volt, a másik két személy pedig a legkedvesebb barátnőim, Évi és Lexi. Ők ajánlották, hogy itt az ideje Bookstagramoznom, mert miért ne?
És ha már olyan sokat olvasok, most már fönt vagyok TikTokon is, sajnos. Nem akarta, de nem akarta. Ráköteleztük, hogy így van. Igen, hát muszáj, lényegében egy székhez voltam kötözve, és mondták, hogy töltsem le a TikTokot. Fegyvert tartottuk. Igen. Igen. Úgyhogy az is van, ugyanezzel a névvel fut, de ezeket majd ide kiposztoljuk. Igen. Viszont ennek indult, Bookstagramnak indult, de mivel valljuk be azért, oké, tehát egy hónapban egy könyvet el lehet azért úgy olvasni, igen. Tehát hogy az egy poszt egy hónapban nem igen. Hiszem, hogy olyan jó lenne. Úgyhogy kibővült, lényegében lesz itt könyves téma, lesznek itt utazás témák, mert borzasztóan szeretek utazni, úgyhogy mindenféle ki fogok posztolni. Szeretek bármilyen kulturális dolgot, úgyhogy szerintem, ha múzeumban vagyok, vagy ilyesmi, az is ki lesz posztolva. Nagyon király. Mi lesz még ott? Igen, Book Travel Culture Moment. Nagyon jó. Nagyon jó. Mindent meg kell várjuk a tartalmakat. Mm. Nagyon. És szurkolunk, úgyhogy kövessétek be Bettikát is. Igen, és szerintem igen, lesz egy bemutatkozó beköszönöm. Posztod. Persze. Vadvirágoson. Biztos. És hogy felvezessük a következő részt, ami az első Hold My Crown epizódunk lesz. Így arra gondoltunk, hogy beszélünk egy picit az olvasási szokásainkról. Egyébként erről nincs is epizódunk szerintem. Hogy... Az olvasási szokásainkról nincs? Arról nem volt, valamire emlékszem, hogy, ahol hogy érintettétek az olvasásokat. Írással kapcsolatban volt. Mm-hmm. Ja. Meg a trópokról volt szó. Mm-hmm. Igen. Jó. Hm. Ez egy nagyon jó. Szóval erről még nem is volt részünk. Tök most van. Most van. Tök jó. Ugye a könyvet, amiről beszélni fogunk, azt angolul olvassuk most. De egyébként ti milyen nyelven olvastok inkább? Angolul. Nekem ez a szinte az első, amit teljesen angolul kiolvastam. Szóval volt már egy másik könyv, amit elkezdtem, de azt félbehagytam, mert szerintem nagyon gagyi. De ez az első, amit angolul, és mindegy, erről majd fogunk beszélni, de meglepően jól ment az olvasás. Ügyes vagy. Köszönöm, az elején kellett kiválogatnom szavakat, de aztán így... Jó, de azért ebben olyan szavak voltak, hogy a legeslegelső szava az egész könyvnek. Az igen, konkrétan igen. Nekem is ki kellett szótárazni, hogy tessék, bocsi. Meg a szavak, amiket a parapet például. Én azt így mondtam a fejemben, hogy parapet. De az semmi, de ennyi, tök magyarosan. Azt hiszem, parapet. Tehát, hogy ez parapet. Ennyi, azt szerintem nem is tudják máshogy amúgy. Mondani igazából. Lehet. Nem ennyire pörgős errel, hogy parapet. Gauntlet. Ja. Ebből már nagyjából tudják az emberek, hogy mit fogunk olvasni. Aki nem olvasta, az még de még nem mondhatjuk el, az epizód legvégéig meg kell hallgatni, hogy tudjátok, hogy mi az szóval angolul. És miért van ez? Miért olvastok angolul? Én elmondom, hogy miért. Most már én is tudom, nem mondjátok már. Nekem is megvan egyébként a konkrét, úgyhogy mondd. Kíváncsi vagyok, az ugyanaz lesz szerintem. Nekem konkrét könyvem van, hogy miért. Nekem egy kicsit hosszabb lesz a dolog, de majd azt a vágod. Mondjad ti, mint te kezd, hogy miért. Elmondom a konkrét történetet. Biztos sokan olvastatok az Akotár, A Court of Thorns and Roses című könyvet. Abban van egy olyan durva félrefordítás, hogy én azt, mikor magyarul olvastam a könyvet, rá kellett keresnem, hogy ezt fixen, ez van, mert nem illett bele a képbe, furcsa volt az egész, és egy... Konkrétan mi ez? Mondd el nyugodtan, Timi. Hogy van, várjál. Az összehugyoztam. Igen, a bepisíltem. Tehát, hogy konkrétan a fordító bepisiltette a főszereplő karaktert, pedig félelmében bepisiltette. De nem erről volt szó. Úgy féltem, hogy behugyoztam. Emlékszel, amikor olvastam, és írtam neked, hogy ezt nem hiszem el, Timi, és ez komolyan odahugyozott maga alá. És nem csak férült, hanem még... Jó, de mondjuk te nem tartasz ott. De kettő, hogy ki volt, aki még odahugyozott. Igen. De egyébként, mert, óvatosan. De egyébként az Akotárban az első könyvben férjük, így kvázi kétszer is bepisil, mert kétszer is elhangzik ez a dolog. Nem is tudom, hogy van egyébként a kifejezés. Valami a stomachkel van, vagy nem a stomachkel. De angolul, valami bowels. My bowels turned watery. My bowels turned watery, ami egyébként... A bowels az amúgy mi? A belek. Igen. Ami egyébként egy kifejezés, az
Kb. Hát azt jelenti, hogy majd bepisíltem. Igen, vagy beszartam. Igen. Nem az, hogy odahugyoztam magam alá, és az egész udvar látta. Igen, konkrét olvasod, és látod magad előtt, vagy hát nem tudom, hogy ki, hogy olvas, igen, de és én mindig arra látom gondolok, magam előtt. Hogy aztán visszaviszik a cellába, és pisisen ott van. És aztán valaki felmossa utána a pisit, vagy mi? Jó, egyébként alapvetően, ha mondjuk tényleg, tehát hogy ez egy olyan szitu volt, hogy amikor találkozik azzal a Midengard vörmel, hogy alapvetően, ha tényleg összehúgyozza magát, még az ember kávé, azt is megérti, azt is megértem, de nem illett oda valahogy, nem tűnt jónak, és nem gondoltam azt, hogy most ott a karakter tényleg bepisílt volna. Mert nem írta ott, tehát hogy nem úgy volt egyszerűen. Meg ne legyen annyira real. Lehet az csak... Úgyhogy nekem ez a pont volt az, amikor azt mondtam, hogy a korábbi, tehát hogy nem, tehát ez annyira feltűnő volt, hogy megkerestem, rákerestem, hogy ez hogy van. És egyébként érdekes, mert maga az írónő, ez a My Bowels Turned Watery kifejezésre egyébként az anyanyelvi angol beszélőket is megtévesztette, mert a Redditen egy csomó beszélgetés van erről, hogy volt, aki azt írta, hogy először nem ismerte ezt a kifejezést, és azt hitte, hogy tényleg bepisíled. És a csomó, hogy miért igazából nem pisíled be? És akkor egy csomóan írták, hogy nem, ez csak egy kifejezés. És a szerző ezt megválaszolta amúgy? Nem találtam. Most már nem vagyok benne biztos, hogy tényleg nem azt akarta, hogy bepisíljen. Hogy bepisíld. Igen. Szóval úgy kell elképzelni, hogy fejrű bepisíld. Igen. Igen. Jó. Lehetséges. Egy bizarr látvány, de jó. Minden esetre nagyon sokan azt írták, hogy nem, hanem hogy ez csak, hogy annyira megijed. Na mindegy. És engem ez annyira, így nem tudom, tehát, hogy csalódtam a fordítás minőségében, de nem csak ennél a könyvnél, hanem korábban másnál. És teljesen más hangulatot tud visszaadni, hogyha nem megfelelő szavakat és kifejezéseket használod. És a Bridgerton például nekem, igen, magyarul olyan volt, mintha egy 12 éves írta volna. Igen, de nálam, én azt gondolom, hogy ez angolul is olyan, mert nem csak a megfogalmazás, hanem így, nem tudom, hogy a vibe is egy kicsit ilyen gyerekes volt. Szerintem az írónő lehet, hogy angolul is gyerekes. Nem tudom, az érződött nem rajta, hogy egyértelműen egy modern. De én ezt sejtem. Mert attól még az akkotár, hogy ezt írtak, hogy bepisílt, attól még az felnőttesen volt fogalmazva, igen, érted? Magyarul. De a Bridgerton azt szerintem... De nem, nekem nem tetszik a nyelvezete az akotának magyarul egyébként, valahogy nem. De akkor ez mi, ebből mire tudunk, mit tudunk ebből levonni? Azt, hogy aki fordít, az nem csak, hogy fordítónak kell lenni, hanem gyakorlatilag egy írónak is, mert mint nagyon aki ugye a Harry Pottert fordította le, ő kitalált új szavakat, új szóösszetételeket, tök jól... Tóth Tamás Bonizsán fordítása. Igen. Tehát, hogy azért vannak jó fordítások. Vannak. Tehát, hogy a fogalmazásmódnak is jónak kell lennie. Nem csak az, hogy lefordítom, oké, akkor ez ezt jelenti, hanem úgy... Ezért mondom egyébként, én is szívesen lennék fordító, de azért nem tudnék úgy lefordítani egy könyvet szerintem, hogy az tényleg minőség legyen. Nem egyszerű egyébként, tehát hogy átültetni angol kifejezéseket úgy, hogy az neked a magyar anyanyelvedhez passzoljon, de még értsed is azt, amire az írónő gondolt angolul. Tehát átadni a valós jelentést, a viccet, igen, a lényeget. A mostani könyve is, én most már ezt elkezdtem, mert ugye én angolul olvasom a mostani könyvünket is, amit majd kibeszélünk, de én amellett én magyarul is ránéztem, és már most látok olyanokat, ahol elveszik a vicc, amire az írónő gondolt. Igen. Meg nevek, ugye? Meg majd nevek. Ezt szóba hozzuk. De... Szóval nekem ez volt a kezdőpontja, az akotár, hogy egyszerűen annyira elvesztette a vibe-t, és amikor utána elolvastam angolul az egészet, valamivel később, teljesen más hatással volt rám az egész regény. Teljesen más. Teljesen más. Plusz te fanfictionöket is olvasol, és azok angolul vannak. Igen. De most nem tudom, miért számít. Mert hogy angolul olvasol, hogy azért is olvasol angolul. És Betty? Igen, szóval nálam kicsit hosszabb. Ennél? Nem, majd megpróbálom rövidre hozni, de hogy tehát maga az angolul olvasás, nem is az, hogy az angolul olvasás, de az angolhoz való viszonyom, az onnan kezdődhet, mondjuk, hogy én ugye mondtam, hogy animéken nőttem fel. Ugye, mivel ezeket néztem a tévében, ugye, hogy mondjam így, nem csak azokat szerettem volna megnézni, ami a tévében volt, értem szerint olyanokat is, amit a tévében nem adtak le, de mondjuk érdekelt. És oké, megnéztem mondjuk magyarul, magyar felirattal,
De ugye a magyar feliratok értelemszerűen mindig késésben voltak az angolhoz képest. Jó, Betty nem tud várni. Betty türelmetlen. Betty elkezdett angolul nézni. Mm-hmm. És ugye hát az mégis gyorsabban jöttek az angol feliratok. Mm-hmm. Ugyanúgy fanfictionek. Tehát a magyar fanfictionök annyira nem fogtak meg, mondhatjuk így, vagy csak, hogy kevés is van. Tehát, mm-hmm. hogy az a mennyiség, amit mondjuk én földolgoztam magamnak fanfictionnek, amiket el akartam olvasni, az magyarul mondjuk kevés volt ahhoz képest. Mm-hmm. Ugye az angol az mégiscsak egy szélesebb nyelv, mondjuk így. Úgyhogy elkezdtem ugye angolul olvasni a fanfictionöket. Ebből indulóan elkezdtem olvasni angolul a könyveket is, mert egyszerűen úgy, ahogy Timi, te is, egyszerűen volt olyan könyv, amire azt mondtam, hogy nem tudom elolvasni magyarul. Meg hát van olyan, amikor ugye meg kell várni a fordítást, mert mindig van egy napon a világpremierje egy könyvnek, ahhoz már el kell érni egyszer a J-Mász kategóriát, hogy ez megtörténjen. Hogy meg, az biztos. Igen, tehát, várni kell azért a fordítást. Hogyha össze kéne szedni, hogy miért olvasok angolul, az a türelmetlenség, hogy nem tudok várni. Nem. És ugyanúgy a két drámákat is, ha nézem, jöhet igen. angolul, tehát nekem nem kell a magyar felirat, jöhet angolul. Sőt, van olyan, amikor már ugye kórai, megpróbálom megnézni, nem mindent értek mondjuk. Úristen, az de... egy másik szint, az jó, durva. Az nem semmi. Még talán az értéssel még nincs nagyon nagy problémám, de beszélni mondjuk már nem nagyon megy a kórai. Mint én az angollal. Jól beszélsz angolul? Lenyomunk egy podcastet egyébként angolul. Egyébként tényleg, nekem a nyelvtanulás miatt amúgy is volt. Vagyok. Nekem a nyelvtanulás miatt is volt az olvasás, angolul olvasás, hiszen az aha. nagyon sok, az szókisbővítés, gyakorlás azért is, tehát nem csak azért, mert a magyar fordítás nem mindig volt kedvemre való, hanem azért is, hogy gyakoroljam a nyelvet. Uh-huh. Meg hát ugye a filmeket, sorozatokat is angol felirattal, angolul nézzük, úgyhogy kivéve, hogyha például a Bridgertonnál én, amikor belenéztem magyarul, és a magyar szinkronnal, szörnyű. Egyszerűen szörnyű. Nagyon durva. Úgyhogy, és egyébként most ez itt nem nagyon rosszul jön ki, de én nem akarom hogy írják a magyar, sem a szinkron színészeket, sem a fordítókat. Nem. Persze, nem. Csak egyszerűen nem. De nekünk már nem elég, vagy mondhatom így, hogy nem elég. Igen, mert annyira beszivárgott a mindennapjainkban az angol. A munkám is 0-24 angolul pörög az agyam, tehát angolul álmodok, egyszerűen, és így pont azért van egyébként, hogy mondjuk beszélgetek valakivel magyarul, és nem jutnak eszembe magyarul szavak, és akkor így... Amúgy szerintem nagyon szép a magyar nyelv, tehát nagyon-nagyon szépen lehet fogalmazni, viszont egy csomó minden ugye angolul van, amit mi nézünk, csinálunk, használunk, nem, és azért... Még az, tehát a social media is, amit te kapsz, minden angolul jön be. De ettől nem vagyunk senkinél jobbak vagy többek, tehát ezt nem kell fogalmazni, hogy nem, csak nem. Nekünk ez így kényelmes. Úgyhogy például a Büszkeség és balítéletet én nagyon szeretem szinkronosan is. Mm. Angolul is. Mondjuk annak a Szenci Miklós féle fordítása a könyvnek, hát az gyönyörű, azért ezt is hozzá. De úgy értem, hogy a filmre gondolok most. Igen, értem, ja, hogy a könyvnek is annak szép fordítása alapvető. Meg én a Gyűrűk urát ugyan nem olvastam, de... Én igen, olvastam, az nekem Göncárpád, igen, az is. Én csak a Hobbitot, de az is jól. Igen, tehát hogy azért vannak olyan könyvek, amik... Meg egyébként most én rendeltem egy Kindle-t, vagy hát most már megvan, már több mint egy hónapja megvan, nem de régi nem álmom nem. volt, hogy legyen egy Kindle-öm. Kindle. Szóval, igen, ez egy régi álmom volt, és akkor most végre... megvettem, és ugye ott is az Amazon Store-ból is gyakorlatilag angol nyelven lehet megvenni. A Kindle az egy olvasó, olyan, mint egy tablet. Igen, hát egy elkönyv, egy e-book. Igen. Na, akkor már, hogyha itt tartunk, fizikai könyv, vagy e-book? Vagy hangos könyv. Én amúgy imádok fizikai könyvet a kezembe fogni most, ez ennél a könyvnél, amit ki fogunk majd beszélni a következő részben, tök nehéz volt ez, hogy én nem tudtam vissza, és nem tudtam az utolsó oldalra lapozni, mert én mindig ezt szoktam csinálni egy könyvnél, hogy mondjuk tartok az 50. vagy 100. oldalon, és
nem bírom ki, én elolvasom az utolsó oldalt. Komolyan? Ne. Igen. Nem már. Jó, hogy nem teheted meg, mert ennél azért elég kemény. Igen, ennél mondjuk nagyon durva lett volna. Még betekedem a mostanában. Nekem még van egy fél könyv hátra, még de amúgy én pont emiatt, ebből most tanulva, mert nem is olvastam el az utolsó oldalt, ezen túl sokkal inkább óvatos leszek ezzel kapcsolatban. És ez tényleg, tehát hogy itt oldalra olvastam, nem tudtam előre olvasni, belelapozni, stb. Pedig ezt imádom. Meg amúgy szeretem, hogy így megvan ez a könyv, amit olvastam, kirakom a polcomra, és egyébként képzeljétek el, hogy írt egy lány nekem arra, amikor kiraktam az olvasó fotómat, és nekem adja az ő könyvét. Komolyan? De magyarul van. De hogy nekem adja. Hogy? Mert kiszanálta. De aranyos! Igen, úgyhogy majd remélem, hogy pont addigra meg lesz, és akkor most tudjuk lapozni, meg fölrakni. Tök jó. Ez nagyon, de aranyos! Úgyhogy, köszönjük neki innen is. Szóval én elsősorban a fizikai könyvet szeretem, de kezdek megbarátkozni így a e-bookkal is, úgymond. A hangos könyv az meg abszolút nem. Nem játszik nálam. Egyszer a Büszkeség és balítéletet meghallgattam, de nem tudom, a könyvolvasásra az nekem olyan, hogy a szememmel olvasom, nem a fülemmel. Nektek? Amúgy ez hogy van? Hát tudom. Mindkettő amúgy egyébként, mindkettő, de inkább az e-bookon, tehát hogy szeretek olvasni, főleg úgy, hogy én inkább megveszem e-bookon, és úgy kiolvasom, és ha tetszett, akkor megveszem fizikailag. Tehát én így szeretem, mert hogy tényleg találok egy olyan írót, aki úristen, akkor képes vagyok megvenni. Mindent is egyébként, igen, ez a hogyha tudod, hogy még egyszer el fogod olvasni, akkor igen, mond, igen, megveszem, meg hát néha... Meg szépen néz ki a polcon. Meg el tudok sajnos csábulni, hogy mondjuk több edition-t is megveszem. Úristen, komolyan! Ha tényleg, tehát, hogy ahhoz olyannak kell lenni az írónak, hogy... De akkor mindent. Tehát nekem van most egy ilyen könyvem, megvan angolul, megvan a kórai változata az első két kötet, és ugye megvan e-bookban, és... eredeti kínai? Nem. A kínai megvan, de a manhua. Tehát, hogy nem a Fanninak, csak hogy segítsek, a manhua az a képregényszerű. Mint manga. Csak ez kínai, ezért manhua. Úgyhogy abból is az első kötet megvan a sztorinak. Hogy igen, tehát hogyha jó az írónő, akkor én képes vagyok a mörcsöt is képes vagy bevásárolni? Azt már úgy talán kevésbé, de csak azért, mert nincs hely. Tehát, hogy egyszerűen ez is mondjuk egy előnye az e-booknak, hogy ott azért bőven lesz bármilyen hely, viszont a polcom az véges. Venni kell még egy polcot. Egy könyvtárszobá. Már nincs hely, Fanni, már nem tudom. A plafonra! Már így is sok. Hozzá van. Kell építeni a házhoz, nincs fősebb. Egy negyedik szárnyat. És ez, nem is, ez már nem is hint volt. Ez már... Szóval ti mit? Csak folytassuk a beszélgetést. Mert egy palottával a könyve van három szárnyunk. Igen. Én nekem kicsit nehéz, mert ugye nekem ez az e-book világ, ez új. Telefonon olvastam már e-bookot, de az nyilván nem olyan kényelmes. Viszont amióta megvan a Kindle, imádom. Azóta nem volt a kezdetben rendes könyv, de tényleg. Tehát én akkor tudok sokat olvasni, vagy hát akkor az egy pont egy olyan idő, amikor este altatom a Marcit. És az, hogy a kezemben van, és azt egy kézzel tudom irányítani, az egy eszméletlen könnyítés. Ehhez képest én most szokás szerint megint több könyvet olvasok egyszerre. Komolyan? Ott van a polcon a Crescent City-nek ugye a második része, ilyen vastag, két kézzel is kényelmetlen fogni, de tényleg, tehát hogy elfárad az ember keze, úgy mindig le kell raknom, mindig át kell helyeznem, hogy jó legyen. Úgyhogy most ebben mindig is úgy voltam, hogy a könyvek szaga, maga a papír, minden imádom és nem tudom feladni, de most jelen pillanatban azt mondanám, hogy inkább az e-book. Igen, viszont nem tudom, valahogy egy igazi könyvmolynak van egy szobája tele könyvekkel. Mondom én, akinek két polca van tele könyvekkel, szóval, hogy nincs olyan sok könyv, állom a saját könyvtár. Jó, persze, igen, ahhoz kell egy olyan ház, ahova elfér.
Meg én is szeretem egyébként, az, hogyha szépen ott vannak fönt a könyvek, és milyen gyönyörű, megvan nem tudom hány sorozat könyvem, nekem is megvan. És szerintem a legjobb érzés az, amikor valaki megkérdezi, hogy kölcsön tudod adni ezt a könyvet. És akkor, ha fizikai könyvek, akkor hardcover, vagy... Nekem csak softcover könyvek. Paperback. Miért? Mert az olcsóbb. Mert az olcsóbb, igen. De a sark az így nagyon könnyen föl tud molyagosodni, vagy most gondolj bele, hogy mondjuk, ha fizikailag megveszed ezt a könyvet, és hardback, és hogy viszed nem, magaddal nehéz. Igen. Nem meg is nem tudod úgy fogni, meg... Én nem szoktam, úristen, sose hajtom be így a könyvet. Jó, nem törünk gerincet. Nem fogom a életbe hajtani. Az nálam is szent, tehát a könyv gerinc az szent, én sem szeretem betörni. Szoktad trénelni a gerincét amúgy? Nem. Csak így finoman. A TikTokon van videó, hogy hogyan kell trénelni a könyvnek a gerincét, hogy amikor, ha vastag könyvet olvasol, akkor ne tudjon megtörni. Jesszuska! Én az alapnak kis normális. És ez a nehéz a Crescentivel, mert azt próbáltam így trénelni, de nem igazán jött össze, mert még mindig nem olyan benne. Könnyen lapozható, és akkor így olvasom. Na mindegy. Igen, van egy technika rá, majd elküldöm a videót. Jó. Amúgy még azért is teszem le a voksomat egyébként elsősorban a fizikai könyv mellett, mert ezzel is támogatjuk a szerzőt, ha bár nyilván az e-bookot is megveszi az ember, de... Bár de abból egyébként több pénze hogy... van a szerzőnek, mivel hogy a nyomtatási költség az nincsen belekalkulálva. Szerintem valamivel lehet. Azt ő kapja meg hogy... az egészet. Viszont ott nem tudom, hogy én mintha úgy láttam volna, hogy az e-booknál úgy kapnak belőle pénzt, hogy az olvasásra, vagy a... nem az is tudom. Számít, hogy mennyi a... Igen. Fú, ezt majd meg fogom keresni. Nem tudom, hogy pontosan mire volt írva, hogy a szószámra, a betűszámra, az oldalszámra, tehát hogy valamit, ja, hogy elolvasol. Hogy... De azt honnan tudják, hogy én elolvastam? Nem tudom, belenéznek a kínlődbe. nem tudom, láttam valami cikket, ahol erről volt szó, hogy ugye az e-bookokból hogy kapnak. Majd na jó, fogom de most keresni. Megveszek egy e-bookot a Google áruházban, vagy ott is lehet e-bookot venni, és feltöltöm az e-book olvasomra, akkor nem tudják, hogy én mennyit, azt nem kintőre töltök fel. Lehet, hogy kimondottan az Amazon. Lehet, hogy mondjuk kimondottan az Amazon maga, lehet. Hogy ők hogy szednek belőle, ugye az ő saját részükért. Viszont környezettudatosság szempontjából meg megint csak e-book, mert akkor meg a papír. Kevesebb fa. Meg egyre drágábbak egyébként a könyvek, a kézzelfogható könyvek. Mennyi is volt egy könyv, amit néztél? 7000 forint? Az volt a könyv 7000 forint, igen, amit olvasunk. Igen. És akkor visszaemlékszem, hogy még régen, amikor iskolába jártam és vettem saját könyvet, nem nagyon volt így zseppénz, hanem így mindig vagy kérnünk kellett valamire, vagy például, amit lehetett, elkezdtem avonozni, még annól, és akkor abból volt egy nagyon picike kis akármi bevétele, és mindig könyvre költöttem. És emlékszem, hogy 3000 forintba kerül egy könyv. 2009-90, meg ilyen. Igen, még kettessel kezdődött. Igen, úristen. Nagyon régen volt. És már az akkor, tehát hogy úgy éreztem, hogy úristen, de drága, de hát nyilván. Most már dobjátok. 2000 ért? 11. Tényleg. Egyébként igen. Na mindegy. Amúgy igen? Na. Tök jó lenne egyszer meghívni egy írót, és aki konkrétan elmondja nekünk, hogy ő mennyit kap egy könyv után. Én hallottam vagy, már ezt lehet azt. Mondani mondjuk, igen. Igen, hát nagyjából, de én hallottam már ezt azt, de az író kap a legkevesebbet az saját könyve után. Na, egyébként. Igen. Mert leszed a kiadó, leszed a... nem tudom, editor, lektor, gondolom, őket is ki kell fizetni, nyilván, a nyomdát is ki kell fizetni. Ha már J.K. Rowling vagy Sarah J. Maas, jó, persze, akkor már biztos, hogy oda még el kell jönni. De ezzel azt mondom, hogy szerintem minden írót meg kell becsülni, mert gyakorlatilag ez ők hobbiból csinálják ezt, nem nagyon. Legalábbis így a magyarok szerintem, csak olyan, akinek már nem tudom, 10 könyve megjelent, az keres rendesen talán. Sem. Szeretnék még visszacsatolni egy pontra, ugye, hogy mondtad, hogy te elolvasod mindig az utolsó oldalt. Nagyon remélem, hogy erről le fogsz szokni. Az egyik barátnőm, ő mindig elolvassa az utolsó mondatot. Mindig azzal kezdi, hogy elolvassa egy könyv utolsó mondatát. És én ezt mindig úgy éreztem, hogy ez borzasztó szokás, de mondom, egyetlen egyszer úgy voltam vele, kipróbálom. Életem legrosszabb döntése volt. Ez a Vámpír Akadémia, nem tudom, hanyadik része volt.
És akkor az volt, hogy Dimitri meghalt. Nem, hanem az volt az utolsó mondat, hogy és elmentem, hogy megöljem a férfit, akit szeretek. Na, akkor az, az egész könyvet és ki elrontotta. Elrontotta, tök sok ideig tartott, mire elolvastam, és utána magát a sorozatot sem tettem fel újra, és nem olvastam tovább. Egyszerűen nem. Nem teljesen megölte a Phoebe-nket. Úgyhogy ilyet nem szabad. Nem, ígérem. Nem is értem egyébként, hogy ezt hogy tudtad eddig így csinálni. Nem tudom, de nem rögtön, de én nem rögtön olvasom el a hátulját, hanem amikor már invested vagyok egy könyvbe, akkor egyszerűen nem tudom nézni, hogy szenvednek a karakterek, és muszáj összejött, hogy boldog nem. Igen, gyakorlatilag. Slow burn, az a legjobb, slow burn gyerekek. Igen, de amúgy ígérem, hogy megpróbálok erről leszokni, és, mert tényleg nem jó dolog, tehát nem. Tényleg. Ilyet. Amúgy akkor neked a slow burn a kedvenc trópa. Ó, oh, ez mert, jó, hogy erről beszéljük már meg. De rólad ezt nem is tudjuk. Mondjuk, igen, tehát... Ja, igen, mondjuk. Nekünk ugye Enemies to Lovers az... Az is, az is jó, oké, az Enemies to Lovers az is jó, vagy mondjuk Lovers to Enemies, az is jó lehet. Back to Lovers? Igen, remélem azért Back to Lovers az is jó lehet. Igen. Egyébként nekem... Kezd meg tetszeni a Friends to Lovers is. Az ugye is a Pauline, a Pauline-nal, a Bridgerton, igen. Az úgy olyan aranyos. Az olyan kis kényelmes, olyan kis aranyos, kameris. Az olyan bensőséges. Igen, a bensőséges. Nekem igaz a... De az Enemies to Lovers? Az a legjobb. Az a nagyon az... jobb. Ezt sajnálom. Igen, nagyon sajnálom. Morally great karakter. Igen. Amúgy küldtem Timinek egy TikTokot, majd ezt miután már sok könyves részünk van, ezt a kérdést föl fogjuk tenni. De amúgy az, hogy ki a kedvenc Morally Gray karaktered az összes közül. Majd ezt sokat kell még olvasni. Igen, majd ezt egyszer vegyük elő. Jó. Csak egy olyan rész, ahol a Morally Gray karakterekről beszélünk. Azért tök nehéz választani, majd ezek tök egyformák egyébként. Tehát az összes Morally Gray karakter majdnem mind sötét hajú, sötét szemű, kinézett az árnyékokhoz, a sötétséghez, a mély hangú, nem tudom. Izé, igen, rossz kedvű, growled, állandóan piszkál, morognak. Igen, ugyanaz, és őrültem magasak. Tudod, hogy könnyebb kiválasztani, úgyhogy kizárod, elkezded kizárni, hogy nem ő a kedvencem, nem ő a kedvencem, és marad egy a végén. Marad egy? Akkor... Én egyelőre még nem tudnék mondani, mert azt érdemes tudni rólam, hogy én egyébként több romantikus regényt olvastam, mint fantasyt. Tehát, hogy szinte az Akotár az első fantasy, ami nem feltétlenül igaz, a Pippa Kent, azt minek sorolnád? Az is fantasy? Hát az ilyen, ilyen posztapokaliptikus. Igen, mert én régen ezért rajongtam, ugye Hunger Games és társai, én ilyeneket olvastam inkább, meg a Burok, meg a... tudom még mi volt. A Burok az inkább ilyen science fiction amúgy, nem? Kicsit abban megy át, de az már nagyon finoman, tehát azért nem egy háromtest csak az probléma szint, csak amit az én olvastam, kicsit nehéz olvasmány volt. Én olvastam egy skifit, és imádtam. Úgyhogy én nem az is jó volt, de szifán. Egyébként én az ilyen limonádé könyves lány vagyok, mert azokat könnyen el lehet olvasni, meg így kikapcsolnak, de a fantasy az nekem veszélyes. Veszélyes, mert olyan invested leszek, hogy a munkán kívüli minden szabad időmet erre fordítom. Bárcsak én is a munkában töltött időmet olvasással tölteni. De nem lehet. Igen, úgyhogy, ja. Nekem is ezt a fantasy a kedvencem. Amúgy a Bettikáról szerintem tök fontos dolgot amúgy érdemes tudni, hogy Bettika milyen típusú könyveket olvasol, és miért? Mondd el. Jaj, most mondja meg az első részben, hogy miket olvasok, hogy még most húzzanak ki, hogy jó, akkor... Nem húzzák ki, tök érdekes, én most elkezdtem olvasni valamit, amit ő ajánlott, és nagyon jó egyébként. Persze vannak hibái számomra, vannak hibái, de persze, hogy vannak nagyon hibái. Szeretem. A lényeg az, hogy csak mondd el, mert ez egy tök új perspektíva. És neked ez ebből a szempontból is tök új lesz ez a mi kis műsorunk. Na jó, akkor... hogy miket olvasom. Én Dan May könyveket is olvasok. Ezt kifejtve, ezek olyan könyvek, amiben... Tehát a Dan May maga az ugye kínai, és két férfi a főszereplő, és hát történnek dolgok. Nem smart. Vannak olyanok is, azokat mondjuk nem kimondottan szeretem. Volt is egy olyan könyvsorozat, amiben az extra chapterök
tönkre vágták az egész olvasási élményemet, mert addig volt egy ilyen szépen elképzelt, ó, tök jó volt a sztori maga, minden, és aztán volt egy extra chapter, ami így, nem kellett volna elolvasni, és is nem akarom látni így a szemeim előtt, nem. Igen, szóval ilyen könyveket is olvasok, és hogy miért olvasok ilyen könyveket, főleg azért, mert szóval néha problémám van a női főszereplőkkel. Betika nem a következő részben szerintem erről nagyon sokat fogunk beszélni. Nem. Férű? Igen, tehát... Mondjuk én Rizzlandot sem kedvem túlságosan, de ez egy másik téma. Majd őt is kifejtjük. De igen, egyébként pont tehát vannak olyan női karakterek, akiket szeretek. Egyébként a mostani könyv, amit olvasunk, abban is azt kell mondjam, hogy azonosulni tudok ezzel a főszereplővel. Nem, meg fogom gondolni, olyan jó, oké. Okay. No spoiler. Semmi, de igen, szó. Tehát, hogy ha meg kéne fogalmaznom, akkor ez a damsel in distress, ez nekem no. Tehát én ezektől rosszul vagyok. Igen. Erről fogunk beszélni, mert én nekem egy hosszú listám a következő könyvvel kapcsolatban. De nem csak a csajjal kapcsolatban, hanem az hanem úgy mindennel. Hogy jó. Megint... Tehát, jó. Okay. Nem. A damsel in distress-ek, no. Amúgy az a, erős nekem nincsen problémám, hogyha in distress, meg ilyenek, csak a hozzáállása legyen. Igen, jobb. Szóval ne ez a... Igen, ne ez a... Mentsetek meg! Igen, tehát ne. Jaj, elbotlottam egy fában, jaj, megütöttem a térdem, és most megint rólam szól minden. Aj, nem, nagyon nem. Tehát, hogy ott vagy, találd ki magad, nem igen. Kell oda, hogy ott sajnáltasd magad, nem. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy aki ilyet olvas, az, tehát hogy semmilyen rosszra nem gondolok, mert biztos megvan a szépsége, nekem nem. Tehát, hogy vele, én egyszer, nem tudok egyszer, azonosulni oké, de vele. Az, hogy minden egyes könyvben erről legyen szó, hogy mindig meg kell valakit menteni, az olyan Az nem áll hozzám közel, ennyi. Nem. Úgyhogy én csak ezzel... szerettem volna, ha elmondod, igen. Hogy tudják, hogy alapvetően hogy miért olvasok Dalmait. Mit olvasod, és miért olvasod egyébként? De ugye engem de már beinfluenceltál a Heaven Officials Blessing-en. Mm-hmm. Ez egyébként... Heaven Officials Blessing? Heaven Officials Blessing. Jó, oké. Okay. Heaven Officials Blessing. Csak már a cover, a borítóm, ugye ez tök úgy néz ki, ha elnézel, mint hogyha Heaven Officials Blessings lenne. Tehát, hogy simán oda tudnád tolni. Az S betűvel. Igen. Mindegy. Egyébként ez az a könyv, amint meséltem, hogy megvan belőle a manhwa, megvan belőle a koreai, megvan belőle az angol, igen, az e-book. Az ultimate favorite. Jelenleg most igen, a Harry Potter alatt, igen. Igen. Hát és ez az, aminek a magyar címe az égi hivatalnokok áldása. Csak égi hivatalnok áldása. Az égi angolul sokkal jobb. Úristen, az égi hivatalnok és áldása. És tudod, hogy egyébként ezt jelenti, csak igen, de magyarul nem... Nem cseng olyan... Tök érdekes, mert ha angolul olvasod el, akkor is érted, és nem fordítod le magad a magyarul. Nekem ez ilyen felfoghatatlan, hogy hogy lehet ez, ahogy olvastam ugye azt a könyvet, amiről beszélni fogunk. Most már lehet, hogy elmondhatnánk, mert már szerintem a hallgatók már... Na jó, amúgy szóval többet ne is beszéljünk arról a könyvről ebben a részben. Úgyhogy mindegy, Betty ilyeneket olvas. Többek között. Meg fantasy-t. Még egy nézve. Igen, dark fantasy-t mondjuk, az is nagyon jó, sötét. Legyen minél sötétebb, minél többet szenvedjenek. Kedves. De tényleg, ez, mert ezek izgalmasak, mert így mi arra gondolsz, hogy hogy fogja ezt megoldani. Aha, igen. Legalábbis jó, az író, de az hogy se jó, hogyha már annyiszor lövik meg annyiszor gátsúlják el, meg törik el a karját, meg minden. Erről is tudunk beszélni, igen, ez a... Tehát, ezt nem éri túl egy human being. Igen. Nem fog eszembe jutni ez az angol szóra. Azt valamelyik nap írtam neked. Ja. Plot armor. Igen, a plot armor. Majd erről is beszélgethetünk. Jó, mert én ezt most így nem igazán értem. A plot armor az egy olyan dolog, tehát hogy úgy van megírva a karakter, az a sose hal meg a karakter. Uh-huh. Tehát, hogy akármi történhet vele, tényleg igen, lábon igen, lőhetik, fejbe lőhetik, háromszor leszúrhatják, nem tudom, túléli. Tehát ez a plot armor. Én ezt sem szeretem hogy... amúgy. Ez nem halhatatlanok. Egyébként ajánlom tényleg azoknak, akik... Mármint a Heaven Officials. A Heaven Officials Blessing-et, azt tényleg ajánlom. Nem történik benne semmi olyan dolog, ami esetleg uncomfortable mások számára.
Főleg azért, mert azt hiszem ez akkor lett írva, amikor a kínai cenzúra bejött, úgyhogy meg se jelenhetett semmi olyan dolog, ami két férfi között történik. Uh-huh. Úgyhogy de az író nagyon-nagyon jól megoldotta azt a problémát. Egyébként le is volt tiltva. A több könyve is azt hiszem le volt tiltva azon az online platformon, ahol ezeket megjelentették. Most pár hete, ez most jutott eszembe, hogy most pár hete nyílt föl újra, és ugye egyébként revizolja az egész könyvet a jelenlegi írói helyzet miatt ott kint, és van olyan karakter, akit ki kellett írni például belőle, tehát hogy ki is írt egy karaktert, azt majd elmondom. Igen, meg hát dolgozza át, úgyhogy én mondjuk... De ez mennyire furcsa? Én azért reménykedem, hogy majd az is egyszer megjelenik, és akkor össze fogom tudni hasonlítani. De jó. Ja. Mondjuk borzasztó hosszú egyébként, tehát hogy... 8 kötet angolul. Hihetetlen sok. Csak ezt elolvasom, megvan az éves tervem. Én most már 12 a tervem, ugye, mert hogy így most minden... Nagyon jó. Minden hónapban elolvasunk. Igen. Hát én ezt most föltoltam 24-re. Aztán hát majd meglátjuk. Azt megértem egyébként. Amúgy azért, ha minden jól megy, akkor azért nekem is fog menni a 12-nél is a több, majd meglátjuk. Persze. Ha meg elérted a 12-t, és még nincs, tehát még messze van az év végén, még te is föllőheted, tehát ez bármikor. Aha. A Goodreads-en. Ja, igen. Terv. Be lehet állítani egy célt, és akkor ugye, hogy bejelölöd, hogy alapos... Neked is kell egy Goodreads. Te így csinálj egy Goodreads. Még egy regisztráció valahova. De én ezt biztos nem gondoznám, értitek? Túl szét. Amúgy honnan jön nektek az olvasás szeretete? Nekem a Harry Pottertől eredeztethető szerintem. Megszeretette és velem maradt. Ez tök jó. Valami olyasmi lehet nálam is. Azt tudom, a Harry Potter emlékszem, igen, hogy azt tuti biztos olvastam. Tehát, hogy ott volt az olvasási élményeim legelején, de szerintem azt még beszéltük is múltkor, hogy igen, hogy előtte is olvastam én már valami. Ezek a még tinédzser alatt, de már gyerekkönyvek fölött valahol bekategorizálható könyveket. Én csak kötelezőket olvastam szerintem. Én a kötelezőket nem olvastam el, remélem a tanárok ezt nem fogják hallani, látni, nézni, de én nem nagyon olvastam el a... Igen, a kötelezők röviden. Igen, na azt olvastam el. Volt, hogy még azt sem olvastam, mert csak átmásoltam valamelyik osztálytársam olvasónaplóját. Köszönöm, hogy innen is. Talán a Tüskevár volt az egyetlen, amit elolvastam. A kőszívű a kőszívű ember fiai az kínhalál volt. Az egri csillagok, az még úgy szó-szó. De amúgy a Kopányi Aga testamentuma. Azt szerintem az is kínzás volt számomra. Nem is értem egyébként, hogy ezt minek kell elolvasatni ezt a sok. Nem azt mondom, hogy ezek rosszak vagy ilyesmik, csak abban a korban totál értelmet. Egri csillagok, nem tudom, 2 évesen? Mit értettél? Jó, hát ugyanaz értem, ilyen verseket meg kellett tanulni. Mindegy, bele sem menjünk ebbe szerintem. Ennyi verselemzés, ilyesmi ez a mit gondolt az író. Hát, magyar irodalom. Nem tudom, szóval nem tudom. A mai napig nem tudom megmondani, mit gondol a költő, akkor se, hogyha egy zenét hallgatok, meg akkor se, hogyha elolvasok egy verset. És szerintem nem is erre való, az a lényeg, hogy benned milyen érzéseket kelt, szerintem. Igen. Inkább ezzel egyet tudok érteni, igen. De mindegy, ebbe szerintem nem menjünk bele. Nem menjünk bele. Viszont amúgy... egyébként én azért imádom az olvasást magában, tehát alapvetően, mert számomra, és tudom, hogy van, aki számára nem, de nektek is ilyen, tudom, olyan, mintha egy filmet néznék. Tehát igen. Fullba. Tehát igen, a fejemben, igen. Ahogy olvasok, szóról-szóra változik a kép, és alakul ki a környezet, és jelennek meg a szereplők előttem, és annyira... Egy csodálatos élmény, most ezt lehet azt mondani, hogy túlzok, de nem, hogy tényleg, ha csak 5 percet olvasok, és akkor is ott van a fejemben a kép, és látom, mintha egy vászon nézném az mintha te lennél a főszereplő. Nem? Vagy ha nem is a főszereplő, nem. De... Én harmadik szemszögből. Igen, igen, én is. Amúgy én nem látom konkrétan az arcukat a karaktereknek. Én sem. Az ilyen kis sem. Tudom, én sem, tehát hogy ez a... Igen. Tudom, hogy ő... Amúgy nekem az olvasás szeretete onnan jön, hogy nem volt annyira internet még. Vagy hát volt internet, csak nekünk otthon nem volt. Sokáig nem és volt. Ugyanúgy volt 2 tök jó barátnőm, akikkel eljártunk a könyvtárba. És ez nekem egy ilyen közösségépítő dolognak indult az olvasás, és kivettük ugyanazt a
csoki fagyi ketchuppal, valami ilyesmi volt a címe az egyik könyvnek. Úristen. És azokat kivettük, elolvastuk, és beszélgettünk róla. Úristen, mi a Neveletlen hercegnőt olvastunk, emlékszel? Azt mi is olvastuk. Azt olvastam, szerintem csak az egyet. Én az első kötetet. De a könyvtárból, azt a könyvtárból olvastuk. Nekünk az volt amúgy a kedvencünk, és órán azok alatt, a nevek alatt leveleztünk, mint a Neveletlen hercegnő karakterek. Az igen. Nagyon-nagyon imádtuk azt a könyvet. Úgyhogy nekem innen jött, és én nekem szerintem így gimiig tartott így töretlenül, és olvastam, faltam a könyveket. Aztán nem tudom, felnőttem, és már egyre kevésbé olvastam. Nem volt időm, mással foglalkoztam. És ahogy ugye mondtam, én az a baj tényleg, hogyha elkezdek olvasni, akkor tényleg nincs más, nem létezik más. Nekem is, hogyha engem beszipadtak, akkor csak arról jár a fejem egyébként. És én ezt egy negatív dolognak tartom, mert nem tudok így elvonatkoztatni, hogy jó, most például ki kell takarítanom, vagy el kell mosogatnom, hanem így minden várhat, mert nekem tudnom kell, hogy mi történik. Aha. Én mondjuk ezt már hiányolom. Tehát nekem voltak ilyen időszakaim, igen, amikor így beszippant, és nem bírom letenni, és mondjuk egy teljes egész éjszakát akár átolvasok, és az érdekel, ha be kell mennem a suliba aznap reggel, vagy most már ugye dolgozni, vagy ilyesmi. De ez most már valahogy nagyon... Nem jön már ez. De azért, mert a könyv nem olyan, hogy ezt hozza, vagy nem, ahogy te értél az évekkel. Szerintem inkább az utóbbi, igen, hogy ez a... Jó, tudom, hogy le kellene most tenni, és akkor leteszem. Én is ez vagyok. Bár meg az megvan, hogy olvasnám tovább, hogy igen, haladnék tehát, tovább, és nagyon nehezen teszem le, de nézem az időt. Jó, most le kell tenni, nekem kész. Nekem is kell vele, tehát, hogy... Igen, úgyhogy maradt a héven oda a munkából, a héven vissza a munkából, meg néha este, amíg el nem alszom vele a kezemben, tehát, és koppan a fejemen. Amúgy nektek a Kindle-től nem szokott véreres lenni szemetek? Mert nekem az lett, tudom. Jó, de te tabletet olvasnál. Igen, ugye a Kindle-nek. Másnap mentünk dolgozni, és így beleszítettek, úristen! Nem tapasztaltam. Annak más a fénye teljesen. Igen. És a technikája is más egyébként, mert ugye a tabletet hátulról világítja meg a fény, a Kindle-t oldalról. Ez tök jó. Jó tud. Akkor mit szólnátok egy cím-reveal-hez? Cím-reveal szerintem már mindenki tudja, mert már szerintem csak azt tudja, aki olvasta, azt tudja. Mondjuk el ezt a tipikus mondatot a könyvből, és aztán mondjuk el a könyv címet. Ez melyik tipikus mondatot? A legeslegelső fejezetnek az a sárke filmet. Új, fejből megvan? Nekem nincs meg fejből, csak tudom, hogy kijelöltem. És magyarul mondjuk el. Na, és még fordítsam át magyarra. Én tudom. Na, akkor Fanny. Na, halljuk. Egy sárkány a lovasa nélkül tragédia. De egy lovas a sárkánya nélkül halott. Vagy hulla. Valami ilyesmi. És amúgy ez annyira betalál. Ez annyira király, annyira menő. Na jó, ez volt a következő jó, részben. És akkor a cím. Jó? Háromra cím? Mondjuk ki együtt. 1, 2, 3. The Fourth Wing. Miért nem mondja senki? De nincs mert csak Fourth Wing. Fourth Wing. Ja. Jó, oké. Mindegy. Akkor én azt hiszem, hogy de nem, csak simán forcing. Oké. Funny was 2 days old. És az írónősz? Igen. A negyedik szárny. A negyedik szárny. És hogy miért erre esett a választásunk? Mert gondolkodtunk, hogy hát nem, igazából nem gondolkodtunk, hogy mi legyen az első, mert az első ötlet, amit Funny bedobott, az nyert is. A BookTokon folyamatosan szembe jön, és hallottam róla hideget, meleget, van, aki imádja, van, aki gyűlöli, és nagyon kíváncsi voltam. És amikor mondta Fanni, hogy legyen ez az első, azonnal akkor legyen. És legyen. Jó is. És akkor szét lehet szedni a könyvet. És akkor én olvastam először, a Fanni tegnap este végzett vele, úgyhogy már csak... Úgyhogy már csak nekem van még a könyv fele. Még a fele. Igen, úgyhogy ez még egy hét lesz, sajnos. De mire ti ezt halljátok? Addigra már azt beszéljük, hogy úristen, miről beszéljünk erről a könyvről. És direkt, én Timivel például fotózgattam neki oldalakat, hogy hol tartok, de így konkrétan nem beszélgettünk, hogy úristen, ez a karakter miért csinálta, semmi, akármi. Semmi. Direkt visszafogjuk magunkat, úgyhogy minden, amiről beszélni fogunk, spoiler hegyek, természetesen. Igen, csak úgy nézd meg, hogyha olvastad vagy hallgattad. Vagy nem érdekel, hogy spoilereket. De amúgy, tehát, hogy minden az első reakciónk lesz egymás hozzászólására, úgymond.
Úgyhogy nagyon várom. Én is várom. És nagyon nehéz. Nagyon borzasztó nehéz visszafogni, hogy ne kezdjek el ventilálni, de tényleg. De főleg most, hogy már ketten elolvastátok, tehát, hogy így még nehezebb, így még nehezebb. Nagyon izgalmas lesz. Na jó. Nekem már egy csomó kérdésem lenne, és olyan izgalmas. Egy csomó kérdésem. Úristen! Úgyhogy tök jó. Nektek most van, hogyha még nem olvastátok, de szeretnétek, vagy újra olvastátok, hogy friss legyen az élmény, akkor most van 2 hetetek, uh-huh. ugyanis 2 hét múlva a következő lesz az első Hold My Crown epizódunk, és akkor abból kibeszéljük, kivesézzük, szétszedjük a Fourthwing-et, úgyhogy csatlakozzatok hozzánk. Igen, és egyébként, hogyha kíváncsiak lennétek a véleményünkre bármilyen könyvről, ötleteket szívesen fogadunk, mert vannak ugyan ötleteink, hogy mit szeretnénk elolvasni, vagy miről akarunk beszélni, de hát nyilván kíváncsiak vagyunk, hogy tudtok-e nekünk ajánlani jó könyvsorozatokat, igen, vagy könyveket, igen. Nem kell sorozatnak. És akkor együtt kibeszéljük. Igen. Bizony. Bizony. Hát ez most így tudom, hogy elég sok volt hirtelen, a változások, új ember, egy új vadvirágos lány érkezése. Egy új korszak vége. Nem, mi? Egy régi korszak vége. Egy új kezdete. Összemesápoltam a kettőt. Egy új korszak vége. Köszöntük szépen a műsor. Ez megoldott, véget ért. Ennyi. Szóval egy régi korszak vége, egy új korszak vége. Jó, ez jó. Lezártunk egy korszakot, megkezdődik egy új. Reméljük, hogy mindenkinek tetszeni fog, hogy továbbra is velünk tartotok. Szerintem szuper izgalmas, és én már igen. most nagyon izgatott vagyok emiatt az egész miatt. Igen. Hát akkor nincs más hátra, mint elbúcsúzni. 2 hét múlva szombaton találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!